kellemetlen lesz. Jó? Cipőjön lesz kellemetlen. Picit kellemetlen lesz, de gyorsan meg leszünk, oké? Szóval be van jelölve, hogy hová kerül az ékszered. Elkezdtem a szúrást, ne haragudj. Kész. Oké, megvagy, tudom, de készen vagy. Szuper ügyes voltam. És megfogom a brandőrnek a végét, egy picit még kihúzom, bocsáss meg. Lecsippentem a végét ollóval. Jó, mindjárt készen vagyunk, és utána meglátod a tükörben, milyen jó lesz vissza. És bevezetem az ékszert a brandőr végébe. Jó, ez is megvan. És fogom a kis szikrémet. Szuper. És akkor elindítjuk felfelé. Ne haragudj. Kész, készen vagy. Ügyes voltál. Készen vagy. Most már csak annyi a teendő, de minden oké. Gyere, nézd meg a tükörbe, mert meg tudod nézni. Nagyon szép. Tetszik? Tudom. Már csak a golyó kell a végére, egy kicsit megtörölgetlek addig is, jó? Már csak a golyót szépen rácsavagyok, és én már magam részéről készen is vagyok. Még oda egy pici türelmet kérek. Most már jó. Jó, hát egy kicsit kellemetlen. Arra kérlek, hogy el ne guruljon a golyó, hogy kérlek ezt így fogd meg. Aztán hozom a kis golyódat is. Fogok a csipesszel ide. Picit elfordítod így, nagyon jó. És akkor így sokkal könnyebben fogom tudni rácsavarni a golyót a szárnak a végére. Oké, már el is indult. Már csavarom. Jó! Nagyon ügyes voltál. Még egy nagyon picit megtörölek, egy picit szivára, ugye tényleg csak egy mini manó, csak hogy jelezze nekünk, hogy itt történt valami. Jó? Tehát ennél nem több. Köszönöm, elvehettem, vagy elveszem. Nézd meg! Szuper! Kellemetlen voltam, de sajnos a szúrás, ezt nem tudom. Szúrás korai eszedtől érzés, nem.